Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag már mindenki sejti, miről lesz szó. A Linux Mint legújabb verzióját fogjuk telepíteni emulátorba, azaz a QEMU felhasználásával megnézzük, mit tud, változott-e, miért került elő. Azért, mert véleményem szerint bárki bármit mond, bármilyen statisztikát összerakosgat, ez az egyik legismertebb, legkedveltebb, kezdőknek, középhaladóknak való disztribúció nagyon-nagyon jól össze van rakva. Egy teljes egészt, azaz nincs olyan probléma, hogy csak nagyon keveset rak fel. Nem probléma ez, ha ezt szeretnék, de nem is rakja föl a félvilág összes programját, és nem nyomja tele a rendszeredet mindenfajta felesleges programmal. Azaz egy nagyon jól eltalált, nagyon jól összerakott, nagyon jó, stabil rendszer. Az, hogy én ezt nem használom, az nem azt jelenti, hogy ez rossz, csak én éppen letettem a voksomat jelen pillanatban, természetesen az Arch alapra. Arch alap. Lényeg az számunkra, hogy ez egy Debian alapú, illetve Ubuntu alapú, ami Debian alapú rendszer, és stabil, arra épül. Azaz, mindenképp vegyük figyelembe, hogy nem Arch, nem CentOS, nem Fedora, nem egyéb, hanem Debian ismereteket követel meg, megköveteli, illetve jó, hogyha van, de gyakorlatilag, hogy a telepítés és az alapfelhasználásnál látni fogod, nem feltétlenül szükséges az, hogy neked nagy Debian gyakorlatod legyen, azaz nagyon jól összerakod tudsz. Nézzük is meg linux.com, felmész, elolvasol pár dolgot, örülsz neki, hogy megdicsérik, nagyon jó rendszer. Körülbelül ugyanazokat az ismérveket mondják el, amiket én elmondtam. Debian alap, Ubuntu, gyors, kellemes és jól összerakott. Három asztali felülettel érkezik. Igazából számunkra ez nagyon kellemes. Cinnamon, Mate, illetve XFCE alapverzió van. Van ezen kívül több is, de ezek az alap hivatalos kiadások. Elolvasod, megnézed, nézzük is meg. Magyar közössége is van. Nem azt mondom, hogy ez a legforróbb dolog, és naponta 5 millió bejegyzés és tip trükk jelenik meg, de a fórumjuk működik, időnként én is szoktam oda felmenni, körbenézni mi újság, illetve olyan blog bejegyzésem van, ami ott is releváns, azt felszoktam oda tenni. Azaz van magyar háttere is, és ha elakadsz, magyarul tudsz kérdezni. Az, hogy mennyire népszerű, kevésbé népszerű, azt általában szokták nézegetni, de a kutyát nem érdekli, hogy mások szerint milyen az a rendszer, hányan használják, vagy mit találnak ki, hogy ő hányadik a sorrendben. A sorrend teljesen fölösleges, mert az a lényeg, hogy neked mi felel meg, és nem az a lényeg, hogy más mit szeretne bemutatni, mert hát a statisztikáról tudjuk, hogy azt azért lehet manipulálni. Nézzük meg, ez egy hivatalosabb, illetve nagyobb merítésű statisztika. Gyakorlatilag a legismertebb, legelterjedtebb az Ubuntu. Egyértelmű, nagyon-nagyon eltalálták a Canonicalnál az Ubuntu-nak a vonalját, hogy én nem kedvelem, az egyéni preferencia. És ahogy lehet látni, harmadik a Debian, hát ezzel versenyezni nem lehet, hiszen egyik legöregebb, legmasszívabb, legjobb nagy rendszer a Debian, alaprendszer a Debian, gyakorlatilag ővel versenyezni nem lehet, a Kalival sem nagyon lehet versenyezni, gyakorlatilag mindenki, aki hackernek képzeli magát, úgy ébred, hogy én most hacker lesz, az rögtön a Kalit fogja felnyomni, hiszen a Mr. Robot is ezt használta, és aztán nagyon-nagyon nagy hacker lesz, és az NSI-t fogja feltörni, holnap után nem fogja, el fogja felejteni, de fölrakja, és örül neki. És az ötödik ebbe a rendszerbe a Linux, mint az Arch-ot megelőzve, Fedorát, a Red Hat-et megelőzve, nagyon-nagyon kellemes rendszer, ez vitathatatlan szerintem. Maga az, hogy az ötödik, az nem azt jelenti, hogy 10-ből az ötödik, hanem 100-ból az ötödik, gyakorlatilag mutatja az, hogy elismert jó kis cucc, jó cucc. Higgyétek el nekem. Nézzük meg a Disztrovácson, mit mondanak róla. Azt mondanak róla, amit én elmondtam, hogy Linux, Debian, Ubuntu, LTS. Hogy az LTS mit jelent, az gyorsan kifejteni. Mindegyik rendszernek, legtöbb rendszernek van egy olyan verziója, amit hosszabban támogatnak.
Nyilvánvalóan egy szerverre vagy a termelési környezetben nem az a lényeg, hogy a legújabb programot kap, hanem az a rendszer, amit felraknak, ne kelljen hozzányúlni, támogatott legyen 4-5-10 éven keresztül, általában 3-5 év az, amit az LTS-eket támogatják, hosszú ideig támogatott rendszereket, azaz odáig jönnek a frissítések, nem kell rendszer szintű változtatást csinálni, hanem kapjuk a hibajavításokat, de rendszert érintő komolyabb, masszívabb változtatásokat nem. Tehát ez egy stabil rendszerre épülő, azaz olyan problémád nem lesz, hogy hetente, havonta, fél évente upgrade-elni kellene a rendszeredet. Azaz Cinnamon, MAT és XFCE felületre van összeállítva alapverziók. Lehet látni, hogy kezdőknek is ajánlják, van egy live médium, egy élő médium, amiről telepíteni fogunk. Menet közben úgy is emlegetem, hogy ezt én nem szoktam használni, inkább fölteszem. Emulátorba is megnézem, és desktop, tehát asztali felület, asztali környezetet fogunk kapni. Rengeteg leírás van hozzá, rengeteg vélemény, olyan honlapok, olyan gondolatok, olyan fórumok, amivel te el tudsz indulni, amit felkeresve bizony meg fogod tudni nézni azt, hogy ez micsoda, hogyan működik, és segítséget is tudsz kérni a legtöbb fórumon, azaz stabil rendszer. Oké, nézzük is meg a telepítést, azaz haladjunk tovább. Ahogy látni, egy kis gépet állítottam be, nem túl nagy gép, de nekem az a lényeg, hogy összehasonlítható legyen az előző videókban bemutatott rendszerek sebességével. Miért? Mert hát bizony így tudod összehasonlítani mondjuk az MX-el, a magyar Arch-al, vagy azt hiszem az Arch-ot is ezzel teszteltem, de nem biztos, hogy így van. Azaz a legtöbbet ezzel szoktam az utóbbi időbe. Na, lényeg az, hogy az MX-el össze is tudjuk hasonlítani sebességbe. Azaz 2 GB-nyi memóriája van. Látható Start Linux, mint ezt kell kiválasztani, alapesetben ez van, enterezhetsz, illetve hogyha a telepítő média integritását szeretnéd megnézni, megteheted, hardware-t felismertetheted, megteheted, vagy 10 másodperc után el fog indulni automatikusan, ha semmi egyebet nem választottál. Lényeg számunkra, megkaptuk a képernyőt, és az Install Linux mintre fogunk nyomni. Én nem szoktam ilyenkor játszadozni vele, hogy megnézem live módba, mit csinál, hogyan csinálja, hiszen a QEMU-ba fel tudjuk tenni, és úgy már majdnem élő körülmények között tudunk vele dolgozni, nem egy pendrive-ról futtatunk akármit. Install Linux mint, és elindul. Szépen lassan elindul, vegyük figyelembe, azért ez masszívabb, nagyobb rendszer, mint mondjuk az MX Linux, vagy összesen hasonlítható az energiaforrás igénye, mondjuk az Arch Linux-szal, vagy a magyar Arch-szal. Egyértelmű, azt hiszem mindenki sejti, hogy azért ez egy felhasználóbarátabb, és esetleg egy picit több energia egyéb igényű rendszerünk lesz. Megkeressük a magyart, és már magyarul szeretnénk beszélni, ha nem magyarul, akkor nyilvánvalóan másikat választod, kiválasztod a billentyűzetedet, igen, és ki is próbálhatod itt, megnézzük az i-t, az y-t, és látható rosszat állítottam be, na QWERTY y a vége, QWERTY z lenne nekem a megfelelő, és megkeressük a QWERTY-t, nincsenek halott billentyűk, és akkor I-I-Y, és működik is. Azaz ki kell kísérletezni, vagy fejből tudod, hogy melyikre kell rájutni, a QWERTY-t, vagy a QWERTY-t, az egyetlenül meg tudod különböztetni, a 102-es pedig, amelyiken rajta van az I betű, és nem a kis nyilacska. Folytatjuk, kacsacsőr! Multimédia kodekeket szeretnénk telepíteni, nyilvánvalóan, hogy minden, majdnem minden videót, audiót és weblapot le tudja játszani. Folytatni szeretnénk, természetesen folytatni szeretnénk. Szépen megkérdez, hogy mit szeretnél csinálni, hova szeretnél engem felrakni, telepítés típusa. A merevlemez szörlése, a Linux mint telepítése, ez törölni fog mindent. Ezt mindegyik telepítő elmondja, meg már mindenki tudja, ha valamire valamit rátelepítünk, előtte le fogja törölni azt a lemezt. Azaz jó lenne, hogyha eltalálnád azt a lemezt, azt választanád ki, és úgy választanád ki, ahogy neked kell.
Haladó lehetőségek. Rá kattintunk, és az LVM-et lehet választani, azaz egy titkosított fájlrendszer, ami alá kerül a rendszerednek, te döntöd el, hogy szeretnéd, nem szeretnéd, ha csak időzőjelben, csak otthoni felhasználása, internetezésre használod, akkor az LVM rendszer nem igazán szükséges, de hogyha egy kicsit paranoidabb vagy, ahogy én, akkor bizony ezt fel is tudod tenni. Utólag nem fogod tudni ezt alárakni a rendszernek, más lemezt tudsz így formázni, vagy ezt a rendszert rárakosgatni, de a működő rendszered alá nem fogod tudni egyszerűen betenni. Azaz lényeg, most kell eldönteni, én most nem szeretnék ilyet. Valami más, ez létrehoz, vagy átméretezhet partíciókat, egyéb ez a haladó szint. A csatolásokat én utólag szoktam kézzel, manuálisan elvégezni, nem nagy dolog, itt egyszerűbb, hogyha ráteszünk egy lemezre, egy rendszert, és utána úgy próbáljuk ki, főleg virtuális gépbe, egyértelmű. Mit fog csinálni? Hát bizony az SD-ra fogja ő majd föltenni, ez az egy darab lemez van, tehát gyakorlatilag nem nagyon tudjuk elrontani, és okézzuk. És kiadja, hogy Budapest, hát természetesen magyar, akkor Budapest folytatás. Az ön neve legyen Laci. Egyébként a nevedet érdemes megadni, mert egyrészt a számítógép nevét automatikusan le fogja neked generálni. Legyen akármilyen név, vagy megadhatod kézzel. A felhasználói nevedet átírhatod, természetesen jelszót megadhatsz neki, és én a szokásos rövid 3 darab a betűs jelszót adok meg. Automatikus bejelentkezést felejtsd el, akármennyire otthon van a géped atombunkerbe, és 101%, hogy nem fér hozzá senki, automatikus bejelentkezést nem szeretnénk tenni. Ennek 2 darab oka van. Egyrészt legalább egy picit véd az idegenek ellen a gépedet egy jelszóval, ne tudjon bárki bármikor belépni. Az automatikus bejelentkezés pedig azért nem igazán nyerő, mert én szeretek több asztali környezetet meg egyebet felrakosgatni. Ha automatikusan bejelentkezik, akkor nem tudom én kiválasztani, azaz én ezt szeretem úgy megtenni, hogy bizony egyrészt védem a gépemet, másrészt, ha későbbiek folyamán másik asztali környezetet, vagy ablakkezelőt, asztalkezelőt, egyebet szeretnék fölpaklászni, akkor majd ott az indító képernyőbe a menüből ki tudjam választani. Saját mappa titkosítása. Ez érdekes dolog, szeretnéd vagy nem szeretnéd. Nyilvánvalóan, hogyha a dolgaid egy külön lemezen vannak, akkor azt a lemezt letitkosítod. Ha van egy géped, amin mondjuk egy darab lemez van, és azon a lemezen ott van mondjuk a dokumentum könyvtár, amivel bele szoktuk ragaskodni a doksiainkat, akkor nyilvánvalóan a home könyvtárunkat, a saját könyvtárunkat érdemes letitkosítatni, hiszen ebben az esetben jelszó nélkül nem fognak hozzáférni a home könyvtárunkat, ez egy titkos könyvtár lenne, lesz, hogyha úgy állítjuk be. Eldöntjük, most jelen pillanatban nem szeretnék ezzel foglalkozni, mert igazából egy tesztgép fog lefutni. Üdvözli a Linux mint, hajrá, hajrá, a lemez telepítése, a rendszer telepítése elindul. Egy picit hosszadalmasabb lesz, mint amennyit megszoktunk. Ott nézegessük meg, milyen képecskéket adnak, milyen reklámszöveg. Azt mondja, hogy hát bizony, böngészés az interneten, YouTube, Netflix, meg minden egyéb nagyon jóságot megkapunk. Egyértelmű, hozzáteszem a Linux mint, az egyik kedvenc rendszerem annak ellenére, hogy nem azt használom, az egyik legjobb és legkezesebb, legfelhasználóbarátabb eszköz, amit ki tudtak találni. Hát bizony azt mondja, hogy mindenfajta zenét is le tudunk játszani, hajrá, nagyon jó, meg videót is le tudunk játszani, hajrá, 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 képeket is tudunk nézegetni, szuper, nagyon szép, mindenfajta közösségi cuccot is alkalmazhatunk, Skype-ot, Telegramot, egyebet, na hát, használjuk, ha LibreOffice, az is fölkerül, örülünk neki, kényelmes cucc, telepíthetünk szoftvereket is,
egyértelmű, annyi szoftver telepítesz, amennyi a gépedre ráfér, vagy kedved van, simán, egyszerűen fog menni. Futtasson Windows szoftvereket is, nyilván VirtualBoxot is föl lehet tenni, illetve a Wine nevű, ami egyébként nem emulátor, Windows alkalmazás futtató környezet, az bizony felrakható, én is használom, nem Linux mint alatt, de használom. Be is fejezte. Ennyi volt, pár perc alatt lefutott, újraindítjuk, vagy a tesztelést folytatjuk. Nyilvánvalóan az, hogy egy pendrive-on futtatod a rendszert, az tesztelésnek baromian nem nevezhető, mert a tesztelés azért egy kicsit komolyabb dolog. Egy pendrive-ról futtatott akármi, az nem tesztelődik semmivel, a gépethez semmi köze nincs, még egy ilyen emulátorban feltett teljes rendszernek sincs semmi köze egy valódi rendszerhez a teljesítmény szempontjából, de nézegetni jó lesz, hát bizony akkor mi nem a pendrive-ról szeretnénk futtatni ezt a rendszert, hanem újraindítanánk jelen pillanatban. Újraindítás most, és el fog indulni a rendszerünk. Újra fog indulni, ilyenkor te nyilvánvalóan elolvasod, hogy mi van ideírva, kihúzod a pendrive-ot, hogy ne arról induljon, és utána már az élő rendszer fog bejelentkezni. Nyilván nekem ilyen lehetőségem nincsen, ezért ezt a gépet kikapcsolom, leállítom, és indítjuk a rendszert, természetesen a megszokott mód. És ahogy látni, természetesen a telepítésnek megfelelő mennyiségű memóriát meghagyok a rendszernek, és elindítom a telepített rendszerünket. Elindul a telepített rendszer, az életbe a BIOS-tól kezdve el fog indulni, és szépen lassan fel fog butolni a gépet, és ezt a képernyőt fogod megkapni. Látható, egyértelmű, meg szeretném mutatni jelen pillanatban, ha ide kattintasz, megkapod a szokott dolgokat, képernyő billentyűzet, nagy kontraszt, képernyő felolvasó. Ha ide kattintunk, akkor a billentyűzetet tudjuk megváltoztatni, és természetesen felfüggesztés vagy a kilépési lehetőség megvan. Jelszó. Megadjuk a jelszót, és nagyon örülni fogunk neki, hogy minden nagyon szép. Egyértelmű, hogy ha különböző rendszereket később felrakosgatsz, KDE-t, XFCE-t, akármit, nem kéne, mert ebben a Cinnamonnal igen, jól eltaláltak a választást, na, ez az én saját véleményem, akkor természetesen itt ki tudod választani az indítandó rendszert, és ezt leenterezzük, és el is fog indulni, ennyi. Hát észreveszi, hogy videokártya az NUKU, tehát nincs az emulátorban egyértelműen, hát a többi meg hát majd alakul élőbe, természetesen az esetek 99%-ába fel fogja ismerni a videokártyáidat, és ahogy hallom és olvasom, nagyon nagy valószínűsége van annak, hogy természetesen is egyértelműen és nagy biztonsággal még a laptopok duálos, össze-vissza, hibrides megoldású videokártyáikat is fel fogja ismerni. Üdvözöl a rendszer bennünket, első gondolat, ezt szépen kikapcsoljuk, mert legközelebb ezt már nem szeretnénk látni. Első lépések, asztali színek, mindent hol tudsz beállítani, el fogja mondani. Azaz gyakorlatilag elindítasz egy rendszert, telepítettél egy rendszert, utána már ő nem azzal kezd, hogy eléd tesz egy terminált, vagy eléd teszi a kész asztalt, hanem azt mondja, hogy na jól van, te kezdő vagy, esetleg kezdő vagy, már itt segítek neked a beállításnál színek, panel elrendezés, hát bizony a panel elrendezés olyan legyen, amilyen neked tetszik, értelemszerűen nagyon szépen beállítható, hagyományos, modern és egyéb pillanatfelvétel. Nagyon-nagyon kellemes dolog, csinál egy pillanatfelvételt a rendszeredről, és hogyha utána valamit elrontasz, ezt vissza tudod állítani, azaz nem kell újra telepíteni az egészet, hanem megpróbálja ezt az állapotot visszahozni. Illesztő programkezelő. Nézd meg, hogy azokat a hardware elemeket, egyebeket hogyan ismerte fel, hogyan kezeli, és milyen meghajtó programokat tesz hozzá. Indítsuk is, elnézzük is meg, mindig el fogja kérni elég sokszor a jelszavunkat, hát bizony ezt azért állítottam be komoly három darab A betűre, hogy villámgyorsan tudjunk
dolgozni, a számítógépre nem szükséges további illesztő programot telepíteni, nyilvánvalóan emulátorban van, szegényen nem talált semmilyen olyan eszközt, amihez nem lett volna illesztő program, de hogyha ilyen van, akkor ő megkeresi és fölajánlja. Az, hogy neked mi van a gépedbe, azt illő neked tudni. Frissítés kezelő természetesen, frissítést azonnal is el tudjuk végezni, menüből is elérhető minden, tehát hogyha itt valamit nem csinálsz meg, hanem tovább lépsz, nincs baj, de mi most szépen végignézzük. Frissítés kezelés, indítás, a frissítések, itt különböző szoftver, biztonság és rendszer pillanatfelvétel, egyéb gondolatok megtevésére van lehetőség, leírja magyarul. Hozzáteszem, nagyon jól magyarított dolog a Linux, mint dicséret a magyar nyelvű srácoknak, hölgyeknek, aki ebben részt vesz. Azaz, elérhető a frissítés kezelő újabb verziója, frissítés alkalmazása. Szeretnél változni egy helyi tükörkiszolgálóra? Igen, nem, igen, szeretnénk egy hát hozzánk közelebbi tükröt választani, repót, ahogy mondják, hát aztán elindul. Forráskód, csomagtárolók, hiba, keresési szimbólumok, instabil csomagok, ezt felejtsük el, jó? Ezt az alapbeállítást hagyjuk meg, amíg nem tudjuk. Forráskódok nekünk nem kellenek, aki kezdő. És nyilvánvalóan egy kezdő nézi meg egy ilyen videót, és nem saját maga föltolja és teszteli. Na, lényeg az, forráskódok nem kellenek, hibakeresési szimbólumok nem kellenek, instabil csomagokat nem rakunk fel. Egyértelmű stabil, biztonságos rendszert szeretnénk jelen pillanatban, hiszen ismerkedünk vele. Tükörkiszolgálókat beállította, ahova ő gondolta, én rászoktam bízni alapesetben, nagyon jó. PPA csomagtárolók, hogyha majd hozzáadsz valamit, egy PPA-t, azaz ilyen egyéb tárolóeszközt, akkor itt fog megjelenni. További csomagtárolók, hát további repókat hozzá tudunk adni, egyértelmű hozzáadott, és utána működni fog, azt add hozzá, amiben megbízol. Nehogy szétbarmold a rendszeredet, mert ilyen meg olyan egyéb PPA-t, repókat, csomagtárolókat. Hallottál, hogy azok szuperek. Maradj meg az első időbe, az alap készletbe, és akkor nem lehet vele gond. Lehet gond természetesen, de nem szokott lenni, mert jól összeállított, nagyon betesztelt rendszert fogsz kapni, ami így, ezzel a beállítással egy kerek egészt fog alkotni, amihez, amíg nem értesz hozzá, ne tegyél, és ne is védjél. Majd akkor, amikor valamit nem találsz meg, nem azt a verziót találod meg, nem úgy találod meg, ahogy kell, és azt mondják, hogy ezt, meg ezt a PPA-t, vagy ezt, meg ezt a repot tárolod kell hozzáadni, akkor itt hozzá tudod majd szépen adogatni, de egyelőre nincs erre szükségünk. Azonosító kulcsok, importálás, letöltés, egyéb karbantartás, lista összevonási problémák javítása, hátra maradt beállító fájlok tisztítása, többszörös bejegyzések eltávolítása, hiányzó kulcsok hozzáadások, külső csomagok eltávolítása és visszafejthető külső csomagok menüpontot kiválaszthatod. Tehát, hogyha valami kis probléma van a rendszereddel, itt egyes lehetőségeket megtalálsz. Nem szokott nagy probléma lenni, de jó tudni, hogy a karbantartás, a szoftver források és egyebek karbantartás itt fog megtörténni. Ezt becsukjuk, és akkor frissítés alkalmazásra rákattintunk, notoriusan bekéri a jelszavunkat, oké, el fog indulni, egyes fájlok megjelenítése szépen lehívja első körben a csomag információkat, majd utána letöltögeti a csomagokat, és telepítésre kattintunk. Természetesen fölhívja a figyelmünket, hogy az 54077-es kernet fogja ő szépen fölpaklászni nekünk a hozzátartozó dolgokat, hát bizony leokézzük, ráhagyjuk. Oké, megint bekéri a jelszavunkat, szerintem ennek a rendszernek fizetnek azért, hogy jelszót kérjen állandóan, de jó dolog. Elszállsz a géptől, ne legyen úgy, hogy a következő lépést jelszó nélkül meg tudja valaki csinálni,
két másodperc alatt begépelheted a jelszavadat, nagyon jó, és itt szépen le lehet látni a lefutó dolgokat, hogy sorba állítva szépen-szépen várja a letöltéseket. Nyilván a letöltés sebessége az internetes sebességettől, a gépedben lévő lemeztől, ha valami nagyon régi, ide csatolós 50 gigás HDD-d van, ami zakatol, mint a vonat, azért a letöltési sebességedet is hát bizony egy kicsit visszaveheti. Itt igazából nem fog gyorsan menni, hiszen emulátoron keresztül megyünk. Na hát, maradjunk annyiba, hogy szépen lassan le fogja töltögetni a dolgokat. Vedd figyelembe, hogy elég rövidke internetes sebességet kapott az eszköz, illetve vedd figyelembe azt is, hogy első frissítés, azaz gyakorlatilag a kiadás, a lemez kiadása, image kiadása, és a mostani pillanat közötti időszakban megérkezett, és ilyen új kiadása után azért elég sok frissítés szokott lecsorogni, nyilvánvalóan akkor derül neki nagy tömegbe a kisebb hibák, a kisebb frissítések, jönnek az újabb programjavítások, természetesen ezt meg kell várni. Miután ez lefutott, ő el fogja végezni a megfelelő dolgokat, és utána tuti legfrissebb eszközzel fogunk dolgozni, ki kell várni. Amíg a telepítés lefut, el kell mondani, hogy mindig megkapom azt az ismeretet, hogy hát bizony, a QEMU-t ki lehet ám nagyítani, mindjárt mutatom hogyan, így, hogy teljes képernyőben látszódjon, és nem lesz zavaró, hogy itt alul a rendszered alját fogja mutatni, ami a rendszerhez tartozik, hanem csak a bemutatott rendszernek a teljes képét. Én azt mondom, hogy kifejezetten azért nem vágom körbe, mármint videovágás közbe, hogy bizony ezek az alsó saját sávjaim eltűnjenek, hogy mindenki egyértelműen tudja, és lássa azt, hogy ez egy emulátorba futó dolog, azaz összehasonlíthatatlanul, sokkal lassabb, az effektusok is egy picit lassabbak, minden egyéb tevékenység sokkal lassabb, mint az élő rendszerbe. Ha én ezt kinagyítom, és úgy csinálok, minthogyha nem egy emulátorba futna, esetleg sokan azt gondolják, hogy hát bizony, ez valóban egy telepítés, és egy élő rendszert látnak. Nem, természetesen nem egy élő rendszert látok, hanem egyértelműen egy emulátorba futó dolgot. Tudjuk, hogy emulálunk, azaz egy kicsit lassabb a rendszer, de hát, ahogy lehet látni, nem vészes. Oké, frissítést kezeltük, menjünk egy kicsit lejjebb, rendszerbeállítások, indítás, a megszokott rendszerbeállítást megkapott. Itt nem fogok végigmenni mindenen. Egyáltalán nem is érdekel számunkra, hiszen nézzétek meg, magyarul vannak leírva. Azaz, hogyha dátum és időt szeretné beállítani, akkor nem az értesítéseket, hanem dátum és időt. Nagyon szép és jól összehangolt dolgokat kapunk, és gyakorlatilag minden olyan beállítási lehetőség megvan, ami a rendszeredet és természetesen a kinézetedet érinti, mármint a rendszered kinézetét. Nagyon szuper! Szoftverkezelőt és a többit is menüből eléred, tehát itt nem jelent ám gondot, de itt kényelmesen átmegyünk, indítsuk el, szoftverkezelő. A szoftverkezelő a lehető legprofesszionálisabb, kényelmes, grafikus eszköz lesz. Hát bizony, ahogy lehet látni, vannak betűkészletek, kategóriák szerint, meg egyebek szerint fogunk tudni válogatni, meg van egy kereső. Minden alkalmazást is ki tudjuk választani, akkor az összes alkalmazás képét látni fogjuk, a Flatpak csomagokat is. Egyértelműen a Flatpak csomagok közül is tudsz választani, ez nem a rendszerhez tartozó külön csomagkezelési módszer, ami nincs hozzá kötve egyetlen egy olyan rendszerhez, olyan disztribúcióhoz sem, ami a saját csomagkezelőjét használja. Azaz ugyanezt a Flatpak csomagot, ami itt van, azt én árcsalatt is tudom használni, hiszen a központi Flatpak csomag tárolóból töltögeti le,
parancsorból is megoldható, de hát nyilvánvalóan kényelmes és szép. Egyetlen egy gyors ránézés, melyik Audio City-t tartja. Verziós számot keresünk, 233. Ez azért érdekes, mert ez egy stabilabb, régebbi és nagyon jó megoldás, hiszen ebben még azok a telemetriai kukkolások nincsenek bent, majd ha valakit érdekel, nézzen utána, szóval egy biztonságos csomagot fogsz kapni, lehet látni a telepítés annyi, hogy rákattintasz a telepítés gombra és telepíteni fogja, nem fogok rákattintani, nem telik ezzel el az időnk, úgyis sokat beszéltem, szoftverkezelő, és mi van itt? Tűzfal beállítása, megint bekéri a jelszavunkat, és látható, hogy a megszokott nagyon jó UFV eszközt kapjuk, egyértelmű be tudod kapcsolni a védelmet, az profilokat, bejövő kimenő szabályokat meg tudod adni, a riportot megnézi, illetve a naplózást is meg tudod nézni, nyilvánvalóan a tűzfalat beállítod. Azt kell mondanom a tűzfal beállításáról, nagyon sok videó van, azon kívül, hogy ez nagyon egyszerű dolog, ezzel a rendszerrel, az UFV-vel, GUFV-vel, és utána, hát bizony, villámgyorsan meg lehet tenni, dokumentációt megkapod, a dokumentáció jó, hozzáteszem, magyar nyelvű fórum van, jó, nem azt mondom, hogy minden nap 100 bejegyzés keletkezik, de van a linuxmint.hu, ahol a srácok segíteni szoktak, időnként én is fölnézek, kevesebbet írok, mert az időm kevesebb, meg hát nyilvánvalóan illetlenség lenne oda tolakodni árcsos témákkal, de amikor olyan témáról blogolok, ami ott is érdekes, akkor beszoktam oda is dobni. Sugó és közreműködők, és ennyi, nagyon szuper. Ennyi volt az indításhoz, azaz első átnézéshez a gondolat, majd nézzük tovább. Miután végigfutottunk a megfelelő beállításokon, egyebeken frissítettük a rendszert, én azt mondom, hogy bár nem kötelező, de telepítés után ne ugorjunk rögves neki használni a rendszert, hanem hogyha már elkészítették ezt a bejelentkezési, bemutató részt, akkor menjünk végig az összes menüponton, nézzük meg, ahogy az előbb tettük, azokat a lehetőségeket, amelyeket felkínálnak, így bizony a legfrissebb és már beállított rendszert fogjuk kapni. Nagy előnye a beállításnak egyébnek, illetve a Linux Mintnek, hogy magyarul fog hozzád szólni. Nem lesz olyan problémát, hogy valamit nem értesz meg, de azt is hozzá kell tennem, hogyha valamit nem értesz meg ott a beállításoknál, természetesen kérdezz már rá a fórumon, meg könnyen szét tudod barmolni a rendszert, könnyen, hiszen ez egy komoly összetett rendszer, hogyha valami olyasmit állítasz be nagy lelkesedéssel és tömegével, amit nem kellene és elfelejted, hogy mit, hol, mit és miképp állítottál, akkor lehet, hogy nem úgy működik a rendszer, ahogy neked kell. Oké, megvan az első menet, nézzük is meg, mit kaptunk. Természetesen egy Cinnamont kaptunk, azt tettük föl, a háttér és az elrendezés színösszeállítás, ezt meg szoktuk nézni, nagyon jól néz ki. Lehet másképp is beállogatni, hátteret, mindent meg tudsz változtatni, de alapbeállítás nagyon egyszerű, nem csicsás és nem rikító színekkel összerakosgatott, hanem jól néz ki. Ami megszokott dolog, a számítógép, illetve a mappát, saját mappát eléred, és van egy bárod, egy panelod. A panelon a megszokott dolgok vannak, hangerő, frissítés, és egyéb néhány rendszerjelentés az ön közreműködését igényli, és rákattintasz, és megkapod azokat a dolgokat, amit kell. Azaz, hát bizony rendszer helyreállítást nem állítottuk be, be lehet állítani, azaz csinál egy pillanatképet, és helyreállítja, a timeshiftet használja, érdemes használni, nem csak itt, meg amikor észrevesz a rendszer, hogy te az elején nem csináltál egy biztonsági mentésszerűséget, nem csak ilyenkor, hanem olyankor is érdemes használni, amikor te nagyobb frissítést csinálsz, nagyobb upgrade-et csinálsz, vagy esetlegesen nagyobb átállítások, beállításokat eszközölsz, vagy egy csomó csomagot felrakosgatsz.
Oké, rendszerinformációkat meg tudod nézni, és az összeomlás jelentést meg tudod tenni. Nem kell félni, nem fogja elküldeni a bankszámla számodat, sokan tartanak túl is, spilázzák ezeket a dolgokat, hogy hű, most összeomlás jelentésben bent lesz minden a rendszerről, és az összes dolgodról, és a bankkártyádról, meg a kutyád nevéről nem lesz ezzel gond. Oké, hát bizony, vannak olyan programok, amik ezt-azt megnézegetnek, de a mint nem fog kémkedni utánad. Oké. A panelon lévő ikonkákat ismeri mindenki, a böngészőt indíthatod, a terminált, meg egy fájlok nevű akármit, hát bizony, hogyha ők azt a nevet adják neki, hogy fájlok, meg egyéb, akkor rögtön megindul bennem a hangja, hogy olyan program nincs, hogy fájlok. Nézzük is meg, melyik fájkezelőt adják, névjegy és látni a némod. Ez egy egyszerűbb, de nagyon-nagyon jól használható, valóban nagyon jól használható fájkezelő. A legtöbb rendszerre pluszba be lehet telepíteni, véleményem szerint kezdeti időszakban bőven elegendő lesz neked. Nézzük meg, mi az, ami igazából fontos. Mit raktak fel? Hát start menü van. Na hát akkor már mindenki el fog igazodni, mert mindenkinek a start menü asztali környezetben ez a happy-e, hogyha az legyen már, hát csak azzal lehet dolgozni. Nem teljesen így van, de ők egy nagyon szép cinnamon összeállítású start menüt raktak bele, oldalt a szokásos dolgok vannak, zárolni tudod, kilépsz, meg egyéb ilyen gondolatok, meg 3-4 ikonkát ide is felrakták, szupi! Szuper! Ennél egyszerűbb a világon nincs, elrendezett fa struktúrában, rendezett formába kapod meg a dolgokat. A legtöbb startmenü így fog működni. Grafika, mit raknak fel? Pix, rajzolás meg a szkenner. Nagyon pozitív dolog, hogy a szkennerre is gondoltak. Nagyon sok rendszer nem rakja fel a szkennelő programot, akármilyen programot nem rakja fel a szkenneléshez való dolgokat. Manapság már azért nyilvánvalóan a legtöbb otthonban ott van a szkenner, jobb, hogyha automatikusan, hát megpróbálja felismerni. Nem mindig sikerül, de megpróbálja. Rajzolás. A rajzolás az egy nagyon egyszerű kis rajzprogramocska, és hát azt mondom, mindenki próbálja, aki valóban, de szó szerint vegyétek, valóban a lehető legegyszerűbb dolog. Csikokat tudsz rajzolni, körbe tudod vágni, ki tudod nagyítani, elforgatni tudod, vonalat rajzol, szóval a legegyszerűbb rajzoló program, betűket is rá tudsz írni, nagyon kezes, hasznos tud lenni, egyszerű feladatok, kép feliratozása, vagy egyéb témakörbe, nagyon kényelmes a grafika. Ahogy lehet látni, a Gimpet nem rakták föl, meg az Inkscape-et. Ez vita téma lehet, de az én magán véleményem az, hogy aki hát igazából életében nem használja a Gimpet, meg az Inkscape-et, hát annak fölösleges felrakni, tárolóba ott van, fel tudod tolni, hang, videó, celluloid, hát ez egy saját fejlesztésű, illetve egy egyszerűbb videó lejátszó dolog, nagyon kényelmes, el tudod indítani, nagyon szépen le fogja játszani neked a dolgokat, indítás, előre, hátraugrás, körbejárás, hangerőszabályzás, meg ilyesmit tud, igazából nem egy SM player, de tegyük hozzá, arra bőven jó, hogy meg tud nézni, persze másokat is, VLC-t, egyebet is fel tudsz rakni, ha olyan ingered van. Akkor Hypnotix, ez egy tévénézegető program, azaz különböző tévécsatornák vannak rajta, be tudod állítani, több száz szabadon elérhető tévécsatorna, gyakorlatilag emlékeim szerint magyar nincs bent, tévécsatorna 691, hát nézzük is meg, nehogy hülyeséget mondjak, hát bizony kanadai csatornákat tudunk nézegetni, USA-ból, meg holland, olasz csatorna, hát bizony ezeket tudjuk nézegetni, magyar nincs, nem tudom, rá kéne kérdezni egyébként a fórumon, hogy bele tudunk-e barkácsolni magyar csatornákat, a MediaClicknek az elérhető csatornáit, ingyenesen elérhető csatornáit, nem próbáltam, soha nem is érdekelt a dolog, de tegyük hozzá, nagyon professzionális cucc, nagyon tetszik, Rhythmbox, nem akarok erről beszélni, egyszerű, audio lejátszó, bőven tud mindent, internet, tűzrókát kapod, a szokásos levelezőt kapod, transmissziót, torrent letöltött, hát gondolják, hogy nyilvánvalóan nem illegális pornó videókat fogtok letöltögetni vele, meg filmeket, meg programokat, hanem természetesen
a Linuxos isókat ezzel le lehet töltögetni. Web alkalmazások, erre érdemes rákeresni, megnézni, hogy mit akar. Nem térek ki rá, mert elég hosszadalmas, de nagyon jó dolog, és én ezt hiányolom, hogy valami módon mondjuk az én i3-asomba is be tudnám barkácsolni, de eddig nem sikerült. Na, hát nem megy, nem megy, kész. Ennyi. Iroda, LibreOffice-t kapod egyértelmű, illetve a naptárba megkapsz egy egyszerű kis naptár felületet. Kényelmes, kényelmes. Ennél több igazából irodába nem kell. Ha éppen olyan gondolatod van, hogy a LibreOffice nem a kedvenced, lecseréled. Nyilván nem mindenkinek kell egy masszív, erőteljes irodai csomag, máshogyan is meg lehet oldani, de tegyük hozzá, LibreOffice, kényelmes. A kellékeken átfutunk, nyilván csak arra fogok kitérni, ami érdekes, archívumkezelő, van minden rendszerben betűkészlet nézegető, van minden rendszerben dokumentum megjelenítő, minden rendszerben feltehető, ki mit használ, egyéni preferencia, azt használod, amit akarsz. Ez a dokumentum megjelenítő, bőven elegendő, mindenfajta doksi megjelenítésre, fáját nevező. Én nem ezt használom, amit itt adnak, értelemszerűen én mást használok, terminált, és az kényelmesebb fájlok, az előbb bemutatott egyszerű kis, de nagyon-nagyon kezes, egyébként atomstabil, nagyon jó kis fájkezelőt fogod kapni, a Nemo-t, jelszavak, kulcsok, karaktertábla, képernyőkép, kép megjelenítő lemezek, melyik lemezeket teszi bele, hát bizony lehet látni, hogy a lemezek nagyon kényelmesen bemutatásra kerülnek, gondolom mindenki felismeri, hogy mindenki által ismert lemezkezelőt fogod megkapni, a lemezek névjegye micsoda, a GNOME Disk Utility-t kapod meg, egyértelmű, atomstabil, jól működő, mindenhol elérhető cucc. Kellékeknél tartottunk, és ott voltunk, hogy lemezek, megjegyzések, hát bizony ilyen kis bigyusz tesz ide, ami igazából nekem nem kell, gyakorlatilag jegyzet tömbszerűen tudod használni, kényelmes, csak engem zavar, ha telepiszkálják a monitoromat ilyen kis cetlikkel, ha kell, ráragasztok egy cetlit, nem kell, a más jegyzet előtt használok. Oké, onboard, illetve pendrive formázó, pendrive lemezképíró, kényelmes, ami nekem nagyon bejött, illetve szívem csücske, a redshiftet is feltették, azaz az éjszakai nappali fényhez a színhőmérsékletet be tudod állítani, nem kell terminálozni vele, ott is be lehet állítani, szerintem egy nagyon átgondolt dolog, nyilvánvalóan odafigyeltek ilyesmire, számológép szövegszerkesztő, na hát mi az a szövegszerkesztő, amit beletettek, megnézzük a névjegyét, a XED-et tették bele, nem a legfejlettebb, legösszetettebb, de igazából meg fog felelni egyszerűbb szövegek szerkesztésére. Itt nincs annyira kiemelve az, hogy a szövegszerkesztőnek, mármint a kisebb, nem LibreOffice-szerű szövegszerkesztőnek a szerepe, hiszen kevesebb a konfigurációs fáj kézzel, illetve szerkesztővel való szerkesztésére való igény, virtuális billentyűzet és ennyi adminisztráció, ezeket meg tudod nézegetni, frissítéskezelő ismert, felhasználók csoportok, ez nagyon kényelmes dolog, szintén azt kell mondanom, hogy egy jó választás, hogy egy kezdőknek is készült felhasználói barát, felhasználóbarát rendszerbe beletesznek egy felhasználókezelőt, ami nem azt adja, hogy megnyitod a terminált, beírod, és akkor ez van, hanem kényelmesen grafikus felületen meg tudod tenni. Illesztő programhiba jelentő lemezhasználatát, már látok gyakorlatilag azokat már ott az elején megismertük, rendszerfigyelő, Synaptic. A szoftverforrások, szoftverkezelőt ismerjük, de a Synapticot, hát elindítom, de gyakorlatilag a véleményem szerint nem a videó témája, hogy bemutassam azt, hogy ez hogyan működik, van róla rengeteg videó, lehet, hogy én is csináltam, tehát a Synaptic az, ami egy kicsit grafikus, jól néz ki, és hát nem ez a nagyon ikonos megoldás, mint a szoftver telepítő rész. Azaz, igazából ismerkedjetek meg vele, véleményem szerint
mindenképp kényelmesebb a használata, mint az előbb bemutatott, illetve hát ott látott szoftvertelepítőnek, kevésbé ikonos. A többi igazából olyasmi, ami háttérképek, kijelzők és alkalmazások, lemezek, na hát azt már láttuk, munkaterületek, egyebek, rendszerbeállítások, speciális hálózati konfiguráció, színek, témák, egyebek, többit, ezeket megnézegettük, gyakorlatilag ezek azok a beállítási lehetőségek, amelyek magyarul fognak hozzád szólni, egyértelműen a nevük, illetve a magyar nyelv miatt, nem lehet gond a beállítás helyek. Ezek a mappákat jeleníti meg, szerintem igazán zavaró dolog számomra, az, hogy egyrészt a asztalon ott vannak a mappák, illetve nem a fájlkezelőben nyitjuk meg, de van, aki ezt szereti, tehát a képek mappát meg tudod nyitni, nyilván ez jelen pillanatban teljesen üres. Gyorsítja a dolgot, de igazából nem az, ami az én szívemnek a csicske, legutóbbi fájlok, egyértem a legutóbbi fájlokat, itt fogod megtalálni. Azaz összefoglalva a dolgot, és elmondva a véleményemet, egy kényelmes, jól összerakott rendszert fogsz kapni, elegendő programot raktak fel az induláshoz, nyilvánvalóan ízlés dolgai a GIMP kell, vagy az Inkscape kell, vagy nem kell, hogy LibreOffice, vagy nem LibreOffice, vagy éppen miért nincs fönt a subtext, meg miért van fönt a subtext, ilyen dolgokba én nem szeretnék belemenni. Alapindításhoz, azaz felteszem és beállítom a rendszert, mindent megkapsz, a rendszer beállítása nagyon kényelmes, az előbb is láttátok, illetve most a menüsor, illetve a start menü nézegetése közben is láttátok, magyarul fog hozzátok szólni, magyarul tudsz mindent beállítani, minden szépen ki van kategorizálva, azaz nem egy oda van hányva eléd egy darab program, aztán abba alig lehet eligazodni, hanem szép különálló programocskákkal fogja beállítani a rendszeredet, mindent nézzetek át ezen a téren, hogy azért tudjátok, hogy a színeket, a témát, a betűkészleteket, egyebeket hol tudod megnézni, beállítani, és az internetet, egyebet hol tudod beállítani. Nyilván sok programot még telepíteni kell, van akinek ez nem jön be, van akinek az nem jön be, de nagyon jól megtalálták azt az egyensúlyt, hogy indítani tudsz, kényelmes, szép. Nincs agyon gyömöszölve mindenfajta programmal. Látom olyan rendszert, nem nevesítem meg, amelyik fölragott három irodai csomagot. Három darab irodai csomagot. Hogy minek? Azt én biztos, hogy nem tudnám kitalálni számotokra, mert bőven elég egy. Az, hogy mind a három fönt legyen, aztán kettőt leszedsz, vagy úgyis nagy a tárhely jelen pillanatban mindenkinek. Gondoljuk át a dolgot, felrakunk sok-sok-sok-sok-sok programot, és akkor majd a felhasználó választ, és nem igazodik el, tele lesz a gépe, és azt látja, hogy hű, most aztán Szent Isten, mekkora nagy rendszerezés, mekkora kínálat van. Itt is megvan a kínálat, hiszen a szoftvertelepítővel, vagy a szinaptikkal. Ismerkedjetek meg vele, szerintem sokkal kényelmesebb, bár nem annyira szép, de sokkal kényelmesebb telepítő rendszer, csomagkezelő rendszer. Na, lényeg az, hogy ennyi volt. Még egy restanciám van, elindítunk egy terminált, és megnézzük, hogy mi az, ami működik. Egy topot ütünk, és fent van a top. Látható, hogy 688-700 környéki a memória fogyasztása, ami nagyon-nagyon kellemes, csinált swapot is számunkra. Ezt azért emelem ki, mert a következő nézet az lesz, hogy megnézzük, hogy az image, tehát az emulátornak az image-e mekkora, azaz egy felfrissített, jelen pillanatban alapbeállításokat tartalmazó telepítés mit ad. A alaptelepítését nagyon egyszerű, nem is tudsz bele nyúlni abba, hogy mit telepítsen telepítés közben, hanem egy kész programcsomagot fogsz kapni. Oksi, a következő lépés természetesen az, megnézzük az image-em méretét, megkeressük a QEMU könyvtáramat, ott van az image, test image, ez mekkora? 10,8 giga.
Nem túl nagy, nem túl kicsi, ennél kisebb telepítések is léteznek, ennél háromszor nagyobb telepítés is létezik, azaz egyensúly. Ezt a mintnél mindig eszembe jut a stabilitáson kívül az egyensúly. Megtalálták azt, hogy kezdőnek mi kell, nagyjából, megtalálták, hogy legyen is fönt program, azaz ne azzal kelljen indulni, hogy egy terminálba beütöd, hogy telepíteni szeretnél valamit, na hát ez valóban így van, illetve nem is azzal kell indulni, hogy ki kell gányolni a rendszerből a fölösleges cuccokat, azaz egyensúly, nagyon jó kis rendszer, nem túl nagy telepítéssel, tehát nem fogja felzabálni az összes erőforrásodat, nem fogja felszabálni a tárhelyedet. 10,8 alatt, inkább azt mondom 15-20 alatt ne indítsatok telepítést, nem fog kényelmesen működni. Ebbe bent van a swap is. Egy kisebb swapot csinált, biztos, ami biztos. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ennyit tudtam, ilyen 4-5 éves kihagyás után elsőre látott, másodikra látott telepítésről elmondani. Nagyon jó tapasztalataim voltak mindig a Mintel. Sziasztok, sziasztok! Mindenkinek jó mint próbálgatást kívánok. Sziasztok!